Ebben az órában az ünnepi készülődés jegyében válogatunk témákat, és próbálunk lélekben, meg mindenféle értelemben felkészülni az ünnepekre, és most az illatokról fogunk beszélni. Valószínűleg mindenki tudja, hogy a parfüm az, amit leggyakrabban szoktunk karácsonykor ajándékozni, talán olyankor is, mikor kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy minek örülne a másik, a parfüm az mindig teli találat szokott lenni. Akivel erről beszélgetek, ő Tóth Szandra, a Sherry Garden üzletvezetője. Hogyan érdemes parfümöt választani, főként, hogyha nem magunknak vesszük, hanem ajándékozni szeretnénk? Nagyon fontos tudnunk azt, hogy minden embernek más a bőre. Parfümöt nagyon nehéz választani ajándékba a másiknak. A legjobb, hogyha úgy választunk, hogyha ott van az illető, de ugye akkor az nem ajándék. Beszéljünk az eladónak az illető karakteréről, mit dolgozik, milyen személyiség, illetve talán még esetleg a bőre épsége, hogy milyen száraz vagy zsíros, mert a száraz bőrűeknek inkább fűszeresebb, erősebb illatot kell választani, mert a szárazbőr nem tartja meg úgy az illatokat, viszont a zsíros bőrön pedig szépen kinyílnak az illatok, és inkább a frissebb parfümöt kell választani. Ha viszont magunknak szeretnénk parfümöt választani, akkor van valószínűleg sokkal könnyebb dolgunk. Akkor milyen szempontokat vegyünk figyelembe? Elegendő az, hogy az orrunkra bízzuk magunkat, és ami tetszik, azt használjuk, vagy léteznek más szempontok? Hogyha nem vagyunk benne a parfümvilágban, akkor érdemes rögtön azt kiválasztani, ami nagyon tetszik nekünk, és két kezünkön kipróbálni esetleg két illatot, elmenni vásárolni, visszajönni pár órán belül, megszagolni a bőrön, hogy milyen lett az illat, és amelyik jobban tetszik, akkor azt kell választani. Hogyha viszont benne vagyunk a parfümvilágban, akkor ez egy kicsit hosszadalmasabb művészet, ugyanis üvegen keresztül is meg kell szaglászni, papírra is kell fújni, de természetesen nem szabad rázni a papírt, mert ugye a parfümöt egy illatpiramis jellemez, ami azt jelenti, hogy folyamatosan párolognak az aromák. Tehát szépen kinyílnak az illatok, úgyhogy mindenképpen ki kell próbálni bőrön, de a parfüm imádók ezt több héten keresztül is tesztelik magukon. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk most tőled. Én például még nem láttam olyas valakit, aki nem pontosan azt csinálta volna, amit szerinted nem szabad. Hogy a parfümériába ráspiccelünk egy darab papírra, amit aztán rázogatunk kicsit, hogy megnézzük, hogy majd milyen lesz negyed óra múlva az illata, és akkor megszagoljuk. Ezek szerint ez egy hiba. Igen, ez nagy hiba, mert hiába rázzuk a papírt, tehát úgy, mint az alkohol is elpárolog. Tehát azért, mert én megrázom, nem fog gyorsabban párologni. Hagyni kell, hogy szépen kinyíljanak, és a maguk párolgási sebességébe illanjanak el az illataromák. És mi a helyesebb, hogyha egy darab papírra fújjuk az illatot, vagy pedig, hogyha a kezünkre? Természetesen, ha a kezünkre fújjuk, mert ugye minden ember bőre más, ezt ugye ismétlem, mindig mást mutat az illat. Vannak olyan parfümök, amik azt mutatják, amit valójában, de sok illat megváltozik, mikor kifújjuk. Olyan nehéz ezt elképzelni, sokat hallottam már ezt, de mégis azt gondolom, hogy az illatnak kell maradnia. Hogyan változik meg a bőr hatására, hiszen az összetétele nem változik? Az összetétele valójában tényleg nem változik, viszont ahogy mondtam, van egy illatpiramis, amit minden parfüm ezt jellemzi. Három része van a fejillat, a szívillat és az alapillat. A fejillatban találhatók azok az aromák, ami az első 5-10 percben érezhetőek, ugye amikor rögtön megszagoljuk őket. Ők a leggyorsabban elpárolgó aromák, tehát általában ezeket teszik bele. A szívillat az már egy fél óra kell hozzá neki, hogy kinyíljon, de általában ez adja a parfümnek a karakterét. Tehát innen már kategorizálni tudjuk, hogy esetleg fás, virágos, orientális illat. És az alapjegyben olyan illataromákat tesznek, amik lassítják a parfüm összetevők aromájának a párolgási sebességét. Ezért is tartósak ezek a nis parfümök. Mi az, hogy nincs parfüm? Olyan parfümökről, parfümházakról vagy cégekről beszélünk, akik kisebb manufaktúrában dolgoznak, természetes alapanyagokkal dolgoznak, illetve alkotói szabadsággal. Ezek a parfümök általában a saját élményeiket dolgozzák fel, vagy esetleg egy aromának az újra gondolt változatát. Az egyediségük miatt szeretik. Ha tehát az ünnepi készülődés időszakán bárkinek szeretnénk parfümöt venni, akkor legjobb, hogyha magunkkal visszük, vagy pedig még meghallgatjuk ezt a beszélgetést többször is, hogy hogyan érdemes parfümöt vásárolni, mert hogy nagyon érdekes dolgokat hallottunk Tóth Szandrától, aki a Sherry Garden üzletvezetője. A több mint estőr azonnal folytatódik, de előtte játszanak velünk. Mai feladványunk, mi az a nis parfüm? A. Manufaktúrában készített egyedi parfüm, vagy B. a szintetikus parfümök gyűjtőneve. A megfejtést a játékkukac.többmintestőr.hu e-mail címre várjuk december 10-éig. A nyeremény egy darab tropi őszi vitamin feltöltő csomag a Pingvin patikák felajánlásával.